Most elkezdett munkálatok, csak a kezdet. Hamarosan az itt képülő kútból megközelítőleg 1000 háztartásban minőséges víz jut el. A munkálatokkal azonban nem állnak le, hiszen az a cél, hogy itt korszerű vízjár épüljön ki a közeljövőben. Ez új lokáció lesz ittánként, tehát a köztársasági törvény is úgy rendelkezik avval, hogy falun kívül kell helyezni a furatokat az ivóvíz vízkutaknak. Tehát itt lesz egy vízgyárunk. Idővel majd fő fog épülni, remélem, hogyha pénz is lesz rá, szerzünk rá pénzt egy víztisztító üzem. A munkálatok megtekintése során Velimir Ilics építészet és városrendezési miniszter elmondta, a 21. században nagyon fontos, hogy minden falunak és kisközösségnek minőséges ivóvíze legyen. Elhangzott az is, hogy az új kútból nyert víz kielégíti a kis hiány 2000 lelket számoló település, de az itteni paprika termelés feldolgozó ipar szükségleteit is. Megvan a tervdokumentáció, minden rendben van. Így a községgel közös lépéseket teszünk, hogy ezt a befektetést együtt valósítsuk meg. Mindenben, amiben kell, segíteni fogunk. Ilics építészeti és városrendezési miniszter Magyar Kanizsa polgármesterével abban is megegyezett, hogy mielőbb fel kell újítani a Magyar Kanizsát Szabadkával összekötő egykori E24-es utat, amely Velebiten, Oromon és Oromhegyesen halad át. A minisztérium is hajlandó jelentős eszközöket erre akár már ebben az évben kiválasztani, tehát úgy gondolom, hogy az elkövetkező hetekben ez konkretizálódni is fog, és akár ebben az évben ez volt a tervünk különben is. A martonosi beruházás megközelítőleg 7 millió dinára tervezték, ebből 5 milliót a kormány, a megmaradt összeget pedig Magyar Kanizsa község biztosítja. Ilics miniszter Magyar Kanizsa látogatását Velebiten fejezte be, ahol falunapot ünnepeltek.